ay le 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 le. Így táncolnak a roma lányok Hodászon a Komplex Teleprogram projektzáró rendezvényén. A település 3400 lakójából több mint 1600-an élnek szegregátumban. Ezeknek a családoknak segít a program. 7 új bérlakást adtak át csütörtökön a településen. Ezeket olyan családok vehetik igénybe kedvezményes havi 25 000 forintért, amelyeknek legalább egy tagja dolgozik. A Csillagházban közösségi rendezvényeket tarthatnak, a Csillagponton pedig többek között mosni és főzni tudnak a rászorulók. 2018-ban egy komplex teleprogramra pályáztunk, ami két tételből tevődött össze. Az egyik tétele az volt, hogy hát az oktatás, a másik pedig az, hogy újépítésű, illetve felújításos lakásokat tudjunk 7 darabot csinálni, és egy csillagpontot és egy csillagházat a szegregált élethelyzetben élő embereknek. A lakásokról annyit, hogy elkészültek, be is költöztek a családok, tehát azt végig dokumentáltuk. Tehát minőségi javulás történt ebbe a dologba, mert egy olyan energiaosztályú lakásba kerültek bele, ami az előző lakáshoz képest ugye több fokozattal jobb minőségű műanyagnyi lázáros leszigetelt épületek. A teleprogram nem azt a célt szolgálja, hogy ajándékot kapjanak a rászorulók. A bérlakások ugyanis ideiglenes lakhatást jelentenek. A különböző oktatások pedig ahhoz járulnak hozzá, hogy a szegregátumban élők munkához, ezáltal pedig állandó otthonhoz jussanak. Minden olyan intézkedés, amit végzünk, annak az alapja a mentális felkészítés, hiszen nagyon népszerű és látványos mondjuk egy-egy házat átadni. De a kevésbé látványos az az, amikor mentálisan, erőteljesen felkészítünk egy-egy embert az élethelyzetének a javítására, és a cél az az, hogy önmaga legyen képes változtatni a saját élethelyzetén, és a lakhatás, amit ebben a programban kapnak, ez egy átmeneti lakhatás legyen, hiszen a végső cél az az, hogy a kormányzati különböző családpolitikai intézkedésekhez ők is hozzáférjenek, elérjék, és a CSOK támogatással akár saját otthonhoz is jussanak. Hodászon eddig nem volt probléma a romák és a magyarok között. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője szerint a különböző közösségi programok, valamint a községben induló új szolgáltatások tovább erősíthetik az itt élők szociális érzékenységét. Itt kapnak olyan mintákat ezeken az épületekben, ahol egy kicsit más lesz, egy kicsit a normakövetést próbáljuk gyakorolni. Bár számomra mindig furcsa ez a normakövetés, hiszen a roma társadalomnak van egy saját normája. Ne akarjuk azt a miénkhez igazítani, a többségi társadalomhoz, mert másképpen szocializálódunk, más kultúrából jöttünk. Ők is magyarok, ők is keresztények általában, ők is szeretik a családjukat, és azt gondolom, ezeket a közös pontokat kell megfogni. És ezek az épületek, ez a komplex reprogram erről szól, hogy a többségi társadalom és a kisebbségi társadalom hogyan tud együttműködni. Hodászon a különböző infrastruktúrális fejlesztéseket 200 millió forintból, míg a különböző felzárkóztató programokat és oktatásokat további 200 millió forintból valósították meg.